Közös imahetet tartanak Dunajvárosban. Készülnek a kajakkenusok. Rozik Editnek lételeme a mozgás. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunajváros Televízió híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Dunajváros is csatlakozott az Ima Hét programjához, amely során a keresztény egyházak hívei és képviselői együtt fohászkodnak az Úrhoz. A programsorozat első állomásának a Dunajvárosi Református templom adott otthont, ahol Stermecki András evangélikus lelkész és Kovács István görög katolikus parókus szavait hallhatták a jelenlevők. A református templomban tartott eseménnyel kezdődött az egyetemes ima hét Dunajvárosban. Stermecki András evangélikus lelkész ige hirdetése előtt Ceglédi Péter Pál református lelkipásztor szavait hallhatták a jelenlévők. Te látod, hogy hogy várunk a te szabadításodra a görög katolikus testvéreknél, az evangélikus testvéreknél, és hogy várunk rá mi is reformátusok. Olyan jó, hogy most ezért könyöröghetünk, és ezért kérhetünk téged. Mindenható Istenünk, kérünk téged, hogy ebben a nehéz helyzetben légy velünk. Azt olvastuk az ígében, hogy ha mi nem vagyunk veled, akkor ott nincsen élet. Ezt követően Stermecki András evangélikus lelkész tartott Isten tiszteletet. Az imént hallott ige szakasz, tehát János evangéliumának 15. fejezetének egyik versét szeretném kiemelni, az 5. verset, melyet felolvasok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Végezetül Kovács István görög katolikus parókus mondott áldást. A Jóisten kegyelme és áldása szálljon mindenkire, ezen a mai estén is, és a következő napokon. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, adj áldást, Uram. Az egyetemes imahét programja csütörtökön 5 órától az evangélikus templomban zárul majd. Elhalaszthatják a Dunafer társaságcsoport kollektív szerződése megszűnésének időpontját, áll a sajtóhoz eljutatott közleményben. Az ISD Dunafer ZRT hivatalos honlapján tették közzé az okmányt. Az új céldátum április 30-a, az ajánlatot megkapták az érdekképviseleti szervezetek is. Erről, amint mondtam, sajtóközleményben számolt be a vállalat. Zajlik a munka a DKS-e kajakkenu szakosztályánál. A dunajvárosi sportolók közül többen válogatott beli kihívásokra készülnek, hiszen akár az idei évre halasztott tokiói olimpián való szereplésre is esélyük van. Készülnek az idei év kihívásaira a DKS-e kajakkenu szakosztályának versenyzői. A dunajvárosi sportolók közül többen válogatott beli feladatokkal is számolhatnak, sőt, akár az ötkarikás játékokon is képviselhetik hazánkat és városunkat. Kis Balázs COVID-fertőzés miatt kihagyásra kényszerült, azonban motiváltan vágott bele az újabb tréningekbe. Én abszolút pozitívan állok ez az egész évhez hozzá, nyilván a májusban a kvóta szerzése a cél. Nem lesz egyszerű feladat, de úgy gondolom, hogy egy esélytelen helyzetből is ki lehet kerülni győzkesként addig, amíg ebbe valaki kellőképp hisz. Kulcsár Dorina, az egyesület versenyzője meglátása szerint sikerült fejlődnie az elmúlt időszakban a korábbiakhoz képest, ám természetesen a cél a további építkezés. Úgy érzem, hogy a téli felkészülés az most jobban alakul, mint a tavalyi évben, úgyhogy ennek örülök, és hát idén pedig 500 méteren előrébb szeretnék lépni, mint tavaly, úgyhogy az 1-3-ba benne szeretnék majd lenni. Az egyesület egyik nagy reménysége az idei évben Slihocki Ádám. Nehéz helyzet, mert nem tudjuk, hogy mi lesz megrendezve idén. Hogyha minden optimálisan halad, akkor az 23-as világbajnokságon szeretnék C2 1000 méteren rajtozálni.
Hajdú Jonatán több távon is rajthoz áll majd a válogató versenyeken. Készülök az 1001-esre, 1000 párosra Ádámmal továbbra is. Készülünk az 500 párosra is most már. Nem tudjuk, hogy hogy lesz 2024-ben, de hogy mondták, hogy lehet, hogy lesz 500 páros az olimpián. Úgyhogy erre a három számra készülök, meg készülünk leginkább. Ugye a májusi válogatókkal kapcsolatban nyilván készülünk rá, de nem az a fő prioritás, hanem inkább a későbbi válogatók, hogyha esetleg megszerzik a kvótát. A DKSE kajakkenu szakosztályának vezetőedzője Molnár Gergely elmondta, a megszokottak szerint végezték a téli alapozást, amelybe azonban némiképp beleszólt a vírusfertőzés. Rengeteg plusz munkát el kellett ahhoz végezni, hogy utol tudják érni magukat. Hál' Istennek nagyon szépen alakul most már a felkészülésük, jól alakulnak. Legfontosabb az, hogy a melegvízi edzőtábor, amire az kezdődik márciusban, addigra mindenki nagyon jól utolérje magát, és a lehető legjobb erő és fizikai állapotába legyen. Az olimpiai válogatóversenyt május elején Szegeden rendezi meg a Sportági Szövetség. Rozik Editet leginkább fitnessedzőként ismerik Dunajvárosban és környékén, azt azonban talán kevesebben tudják, hogy 16 évesen került kapcsolatba a sporttal, és a spinningtől a testépítésen át számos dolgot kipróbált, míg végül a saját testsúlyos, kombinált edzésmódszer mellett tette le a voksát. Stábunknak is tartott bemutató tréninget Rozik Edit fitness edző. Ahogyan az a felvételeken is látható, ezúttal egy kis törölközővel nehezítve kellett végrehajtani a gyakorlatokat, ami alaposan próbára tette a stabilizáló izmokat. Mint azt a tréner elárulta, 16 éves korában került kapcsolatba a mozgással és az ehhez kapcsolódó életmóddal, azóta pedig folyamatosan új dolgokat próbál ki. Budapesti fitness rendezvények kapcsán, hogy körbenézhettem, hogy milyen széles is ez a mozgáspaletta, és ott jött az első szerelem 2007-ben a spin racing koreografált kerékpáros aerobikkal, és amint vége volt az edzésnek, mentem oda az edzőhöz, hogy ez nagyon ott van, én is szeretnék ilyet tartani, és ezt hogy lehet. Úgyhogy ez volt az első fokozata, ami aztán 10 évig abszolút része volt az életemnek. Hozzátette, a kezdetekben, az első években több sportágban is kipróbálta magát. 65 kilóval indultam 16 évesen, és a 164 centimhez azért azt akárhogy is számoltam, volt mit lefaragni mindenhonnan szinte, és a kezdeti sikerek a másfél év utáni mínusz 14 kiló után az ember úgy belekóstol mindenbe, hogyha ez ennyire jól változgattatható a testformánk, az izomzatunk, akkor nézzük meg egy kicsit a másik oldalt is, hogy mennyire lehet ezt a saját képünkre formálni. És mi az a határ, ami még úgy tetszik, vagy azt mondjuk, hogy na jó, ez már nem én vagyok. Rozik Edit napjainkban leginkább a saját testsúlyos edzéseket végzi, és ilyen kurzusokat is vezet. Vele készült interjúnkat később teljes hosszában megtekinthetik a DSTV műsorán. 4-szer itthon, 1-szer idegenben lépnek pályára a Dunajváros Pase labdarúgói a téli felkészülés ideje alatt. A járványhelyzet miatt minden felkészülési találkozóját zárt kapuk mögött rendezi meg a csapat. Elsőként január 23-án a Kiskörös ellen játszanak Jakab Elek tanítványai, akik egy héttel később, január 30-án pedig a Bölcske együttesét látják vendégül. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Műsorainkat megtekinthetik a Dunajváros Televízió YouTube csatornán. Megtalálnak minket a Facebookon és az Instagramon is. Viszontlátásra!